miniszter úr itt is van a stúdióban. Jó estét kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást. Jó estét kívánok. Második napja nem volt halálos áldozata a Covidnak. Magyarországon 100 alatt van a kórházban ápolt betegek száma. Ugyanakkor Angliában 15 naponta duplázódik az új esetek száma. Oroszországban rekordokat döntöget a halálozások száma. Hogyan értékeli 5,5 millió oltás után a helyzetet, miniszter? Én úgy gondolom, hogy rendkívüli siker. Ebbe teljes az egyetértés. Vezető nyugat-európai, amerikai szakértők között is. Ennek a sikernek a tényezői a magyar kormány rendkívül gyors, határozott és szakirányú célszerű döntése volt a vakcinációk felgyorsításáról. Tehát így jöhetett létre az a helyzet, hogy amikor már járványügyi intézkedésekkel nem lehetett megfékezni a világjárványt, akkor tudtuk a vakcinációt tömegesen alkalmazni Európában messze a legelsők között. A második tényező az volt, hogy a magyar emberek jelentős része akarta a vakcinációt, és a harmadik pedig ebben az időszakban a magyar egészségügy a kollégáim elképesztő teljesítményről tettek tanúbizonyságot, kitartásról, önfeláldozásról, szóval heroikus küzdelem volt. A későbbieket az fogja meghatározni, hogy Magyarországon tudjuk-e a átoltottság tömegességét a továbbiakban is növelni, illetve hogy miután megnyertük a járvány harmadik hullámát, jelentkeznek olyan törzsek, amelyek új tulajdonságokkal rendelkeznek, esetleg agresszívebben terjednek, a betegséget eltolják az ifjabb korosztályok felé, és súlyosabb lefolyású betegség alakulhat ki. Annak ellenére, hogy egyértelműen sikernek nevezte a vakcinációt, hát politikai támadások keresztüzében állnak. Elsősorban a kínai oltások, ugye a baloldal azt mondja, hogy nem termelődik megfelelő mennyiségű ellenanyag, nem lehet utazni vele. Mennyire kell komolyan venni ezeket a kritikákat? Hát semmennyire nem lehet az ellenzéki támadásokat komolyan venni, sőt, az eljárásuk rendkívül komoly szakmai, morális és etikai kérdéseket vet fel. Nem lehet megítélni pontosan, hogy a korcsoportokra, a komorbiditásra lebontott immunitás két tényezője, a humorális és a sejtes celluláris immunitás, hogy alakult ezekben az átoltott rétegekben, de ennek a feldolgozása folyik. Magyarországon körülbelül másfél hónappal elindítottam egy kutatást, ami arra vonatkozik, hogy kihasználjuk azt a helyzetet, ami a világon sehol nincs, hogy 5 vakcinát alkalmazunk, határozzuk meg az immunitás két tényezőjét, a sejtes immunitást és a humorális immunitást, mert a kettő együtt adja a teljes immunitást, és ezt kövessük az időben különböző klinikai lefolyások esetén. Amíg ennek az eredménye nincs meg, addig nem lehet ezekről a elért eredményekről beszélni, a kritikájáról meg főleg nem. Az pedig, hogy az ellenzék elbizonytalanítja az embereket, aminek a végeredménye az, hogy az oltásokba vetett bizalom meginog, és nagyon sok ember nem veszi fel az oltást, ezt büntető jogi kategóriának érzékelem orvosként. Ennyit a morális, erkölcsi és jogi részéről, el kell számolniuk majd. Az pedig, hogy a szaktudás hiányzik, az egyszerűen elképesztő, most már lassan úgy néz ki, hogy a szakértők helyébe lép az ellenzék mindenféle tudás nélkül. Ez az ismereteknek, a tudásnak a mélységes lenézése, majdnem bűn az, ha valaki ért hozzá, persze ők ebbe teljesen ártatlanok. Hát azt, hogy, tehát azért vannak ott is szakemberek, tehát van például házi orvos. Igen, csak itt visszamennék addig, hogy ki a szakember. Aha. Mindenkit személyesen ismerek. Hadd ne mondjak róla véleményt, bár régi orvosi mondás, hogy kollégáról vagy jót, vagy rosszat. Vagy jót, vagy rosszat. Önnek mi a véleménye arról? A miniszterelnök úr is beszélt reggel a rádióban a harmadik oltás szükségességéről, hogy erről nincs konszenzus jelen pillanatban. Mert nincsenek elég ismeretek. Ez orvosszakmai kérdés, nyilvánvalóan nem politikai kérdés. El van készülve a magyar rendszer arra, hogy... A magyar rendszer folyamatosan követi
mindazt a szakmai véleményt, ami a nagyvilágban megjelenik, de tekintettel arra, hogy ott is rengeteg az ellentmondás, én a magam részéről a kiválóan felkészült magyar járványügyi szakemberek és klinikusok véleményét veszem elsősorban figyelembe, fel vagyunk készülve rá, figyeljük, és abban a pillanatban, amikor aktuálissá válik, tájékoztatjuk a közvéleményt. De sokan azért, hogy mondjam, türelmetlenebbek ennél. Például egyre többet olvasni a sajtóban arról, hogy átutaznak a határon, például Romániába, azért, hogy két Sinopharm oltás után mondjuk egy Pfizert kaphassanak. Vannak irodalmi vélemények azzal kapcsolatban, hogy nem ugyanazzal a vakcinával elvégzett vakcináció, akár még eredményesebb is lehet. De ahogy az előbb utaltam rá, ez jelen pillanatban nem aktuális. És mikor lehet aktuális? Akkor lehet aktuális például. Ha elkészül, jó, én értem. Ha megjelenik egy olyan vírustörzs Magyarországon, amelyik a vakcinációt, tehát a kialakított immunitást megkerüli, tehát olyan a beteg állapota, mintha nem történt volna vakcináció. A másik pedig, hogy nincs egyetlen egy vakcina se az egész világon, aminek a hatékonysága 100% lenne. Tehát akkor, amikor folyamatosan egyfolytában mondom a tömeges vakcináció fontosságát, az egyén felelősségét immáron saját magáért, értelemszerűen a többiért is, ez már nem a kormány kompetenciája, hanem az egyéni felelősség, akkor meg kell mondani azt is, hogy fennáll a veszélye annak, hogy aki megkapta a vakcinációt, bármelyik típusút, 100-ból 3-4 esetben előfordulhat, hogy ő is megfertőződik. Tetszett kérdezni az előbb, hogy mi a helyzet Európában. Európa jelentős részén, több országban megjelent az úgynevezett indiai variáns, amelyik a brit variánsnál, tehát az eredetihez képest agresszívabb formánál körülbelül 40-50%-kal gyorsabban terjed, számos esetben 18 év alatti fiatal korúak a gyermekeket fertőz meg, és a betegség lefolyása súlyos. Ezért szigorít Anglia, elnézést, ezért szigorít Anglia, Németország szinte a pánik szélén kommunikál előre a helyzetről, Horvátországban is elég súlyos a helyzet, és több helyen. Magyarországon eddig sporadikusan fordult elő ez a variáns, de hogy alakul ez a továbbiakban, az jelen pillanatban senki nem tudja megmondani sem Magyarországon, sem máshol. Tehát akár az ellenzék, akár bárki ezzel kapcsolatban megjegyzéseket, ezt nem tudja az igazságot megközelíteni. A valószínűség valamilyen fokáról lehet csak szó. Járványügyi adatok ismeretében, jelenlegi tudásunk ismeretében ön ajánlaná a szülőknek azt, hogy a gyermekeiket, akik már abban a korban vannak, hogy lehet oltani? Én mindenféleképpen a leghatározottabban javasolnám. Erre vonatkozóan, ami két hete még nem állt rendelkezésre a világ szakmai irodalmából, már teljesen egyértelművé válik, hogy azoknál a vakcináknál, ahol evidencia szintű bizonyosság van a 12 és 18 év közötti korcsoportról, a vakcinációt én nagyon határozottan javaslom. Ennél fiatalabbak esetében van arról gondolkodás Magyarországon, hogy elkezdjenek oltani? Nem csak Magyarországon, hanem a különböző vakcinációkat vizsgálják ebben az életkorcsoportban. Nincsenek evidencia szintű bizonyítékok, tehát mi meg nem döntünk, nem játszunk hazárdjátékot, csak a bizonyosság tudatában hozzuk meg a döntéseket ugyanúgy, ahogy eddig. Amin ezzel kezdtük a beszélgetést is, hogy tulajdonképpen alig van már új fertőzött, kevesen vannak kórházban is. Ennek ellenére mennyire kell reálisan számolni azzal, hogy itt marad velünk ez a járvány, ezt nem sikerül legyőzni, hogy valamilyen szinten része lesz az életünk? Analógiákat lehet keresni,
a vírusfertőzések történelméből, és akkor azt látjuk, hogy voltak olyan vírusok, amik eltűntek, voltak olyan vírusok, amik endémiás jellegek köztünk maradtak, ami azt jelenti, hogy geográfiailag meghatározott területeken, és voltak olyanok, amik folyamatos változásokkal, mutációkkal, akár szezonális váltakozással időről időre ismételten megjelentek. Ezt nem tudjuk pontosan megmondani, hogy ezekből a variációkból melyik következik be, vagy lesz-e valami ettől eltérő. Az egészségügyi ellátórendszer teljesítményét ön hogyan értékelni így a járvány végével? Már talán van akkora távolságunk most a tömeges megbetegedésektől. Én az egészségügyről csak felsőfokban tudok beszélni, tehát amit megint az ellenzék megpróbál relativizálni, magyar egészségügy egyetlen egy pillanatra sem ingott meg. A magyar egészségügy az összes fertőzött beteget el tudta látni megfelelő módon, és emellett a nem halasztható beavatkozásukat, tehát az összes daganat diagnosztikáját, terápiáját, keringési betegségeket, sürgősségi eseteket a magyar egészségügy hiánytalanul, kivétel nélkül ellátta. Persze nyilván a sok millió kezelési formából, kezelési eseményből egy-egy tévedés előfordulhatott, de ez a magyar egészségügyet egyáltalán nem jellemezte bármilyen nemzetközi összehasonlításba. A kollégáim jelesre vizsgáztak. Kásler Miklós, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen.